Kezdjük egy játékkal. Onnan oldalról és hátulról, hátulsó pár erőre fuss. Gondoljátok, hátra megyek, segítek eléjönni. Nevelők is, tessék felállni és eléjönni a gyerekekkel. Na, menjek? Elindulok. És ti is ott oda, gyertek szépen elő. Tudjátok, úgy van, sokkal könnyebb elől figyelni, mint hátul elbújva ottan hallgatózni. Igaz? Ugyanaz a szentmise van, elől is, hátul is. Kedves nevelőknek elmondom, hogy máskor el se kezdem a szentmisét, ha nem jönnek elő. Tessék eljönni. Hát nem bújocskázunk mi, ugye? Nagyon szép, nagyon jó. Na hát. Hát ugye, hallottátok az első olvasmányban, Babi nevelőnő milyen szépen felolvasta, hogy Biza Szentpál jár Damaszkuszba, én is jártam. Sőt, elmondhatom, hogy azt a helyet, ahol Szent Pál megtért, hagyomány szerint, Ferences atyát kiásták. Jó, mélyen megkapták a római útat. És a római út alá építettek egy kis kápolnát, és azon az úton ma is el lehet menni. Én is elmentem a kétszer-háromszor, azért tértem ilyen jól meg. Tehát végül is hazajöttem. És azt is kell tudjuk, hogy a Damaszkuszban, Szíriában szörnyű háborúk vannak, sok-sok ember meghalt. Olyan, hogy egymilliós nagyváros, például Homs, és 70%-át szétlőtték, romokban van. Vagy Alepporról azt mondják, hogy 5 millió lakósa volt, helybeli emberek azt mondják, most 2 maradt. 3 millió elmenekült, vagy meghalt. Félelmetes. És ugye persze felmerül a kérdés bennetek is, bennünk is, hogy egy ilyen nagyvárosban is, mint Déván, hát mitől ragadnak az emberek fegyvert? Miért kell ilyen dolgok történjenek? És vajon ami ott megtörtént, az akár nálunk is, vagy bárhol máshol megtörténhet? Nagyon nagy kérdés. Tudjátok, hogy én is mindenütt feltettem ezt a kérdést az embereknek, és van egy városka, Malula, az Damaszkusztól 30-45 kilométerre van, és igazából ebben a városban őskeresztények élnek. Olyan nyelven beszélnek arámul, nyugati arámul, amit hogyha Jézus Krisztus mostan, mint gyermek egyet szaladgálna, ott lenne, akivel beszéljen, meg is értenék egymást. Nem nagy város, 10 szentély van. Damaszkuszból az emberek mind oda kimentek imádkozni. Mai napig hatalmas ilyen ötcsillagos szállodák épültek, minden, mert egy olyan szent hely volt, mint, hát, mint Csíksomjó, vagy valami hasonló. Tehát egy nagyvárosi, 7 milliós nagyváros mellett ott van ez a szentély, és tényleg sokan jártak, nagyon szép a tájén, sziklák, minden, és oda jártak imádkozni az emberek. Olyan templomok vannak, amik azt mondják, hogy Szent Tamás is, meg az apostolok is jártak. Ugye, például Homs, egy másik városban jártam egy olyan templomba, amit, hát ugye egy altemplom, mostani templom alatt van, de meg lehet nézni. 48-ban, Krisztus után 48-ban azt mondják, hogy az első pünköskor megtért keresztények elmentek, és azok alapították ezeket a templomocskákat. Na és hogy lett ebbe a városba háború? Mert ott is szétlőttek mindent. Hát a helybeli plébános a következőket mondta. Azt mondja, hogy 10-12 évvel ezelőtt kezdődött, hogy
kezdtek jönni ilyen furcsa emberek. És főleg a városkának a szegényebb rétegét, hát az ilyen munkakerülő, meg mit tudom én, ilyen alja népet megszólították. Ezek muszlim prédikátorok voltak egy másik országból, hadd nem mondjam melyikből. És ezeket az embereket összeszedték, vittek nekik telefont, motorbiciklit. Azt mondja ez a plébános, hogy azt hitték, hogy lám, ezek pastorálják, és megtérnek, mert kevesebb a botrány, fegyelmezettebben viselkednek, hát, hogy milyen jó. És aztán sajnos az történt, hogy nem csak telefont vittek, meg motort, hanem fegyvert is. És 2013. szeptember 4-én egy jordániai férfi autóval odament, ugye akkor már háború volt ott, a város bejáratához, ahol az örök álltak, mindenütt katonák állnak, és a teherautóban lévő robbanószert felrobbantotta. Mindenki meghalt ott. És akkor lerohanták a várost, elfoglalták, és elkezdtek kegyetlenkedni. És az volt a... Többen mondták, hogy a város férfiak, ezek a megtért idézőjelben emberek, hát kiderült róluk, hogy ezek terroristák, forradalmárok, ki hogy mondja. De ezek házról házra menve mutogatták, hol vannak a keresztények, és bizony voltam egy olyan családnál, egy nagyon egyszerű kicsi házba, egy idős bácsi van, nem tudom, hogyha Ferenc ezt le is tudná aztán vetíteni, ezt az idős bácsit. Tehát egy arám férfi, csak hogy lássátok a bácsit, hát bizony ennek a házába is betörtek. Helybeli lakók mutatták, igen, itt keresztények laknak. És hát megölték ennek a bácsinak a fiát, azt hiszem azt is Ferenc meg tudja mutatni mindjárt. Tehát, hogy mondjam, sőt, megölték ebből a családból két fiatalembert és a vőt. És hát a lánya a bácsinak az is megsebesült, mert bedobtak minden szobába egy-egy kézigránátot. Össze-vissza lövöldöztek, és sajnos, hogy mondjam, három ember meghalt, és hát az a néni súlyosan megsebesült. 5 óráig vérzett, nem mert senki oda menni. Aztán, amikor a terroristák arrébb mentek, akkor megkeresték, és persze a sebét ellátták. De nem volt vér, nem tudtak vért adni. És aztán a néni hallotta, hogy mondták, hogy nincs esélye, mondta az orvos, hogy életben maradjon. És a néni mégis életben maradt. És utána az egész várost elfoglalták ezek az emberek, és jöttek a kormány katonák, hogy felszabadítsák. És sajnos ezekben a csatákban több mint 200 kormány katona halt meg. És azt mondja ez a papbács, hogy milyen buták voltunk, nem kellett volna a rosszat beengedjük a városba. És amikor ez a rossz ajándékot adott, szóval éreztük, hogy nem jó. És mégis örventünk neki. És végül mekkora árat fizettünk. Az összes templomot tönkretették. Összetörték a régi, drága, értékes ikonokat, mindent, ami érték volt, azt elvitték, elrabolták. Papbácsi mondta, hogy felrakott az internetre is képeket, hogy ezeket a képeket ő visszavásárolja. Tehát nem csak az embereket rabolják el, hanem a Krisztus ikonját is, meg a többieket. Olyan érdekes itt ebben Malulában van egy oltár. Azt mondják, a világ legrégebbi katolikus oltár, keresztény oltára. Igazából hát egy ilyen pogány áldozati oltár. Olaszországi márványból van, tehát az első századokban hozták, és tudjátok, ez a márvány olyan egy kicsit, mint egy mosdótál. Mert ugye arra rárakták annak idején a bárányt, a borjut, és levágták, feláldozták. Ilyen volt a pogány áldozat,
pogány szentmise idézőjelben. És a közepén ezeknek mindig volt egy luk, hogy ott a vér, meg a mindenféle lefolyjon. De amikor megfordították ezt az oltárt, látták, ezen nincs lyuk. Hanem ott, ahol a lyuk kellene legyen, egy ilyen háromszög alakú, tehát majd a mise végén levetítik, egy ilyen erekje van oda betéve. Tehát azt mondják a történészek, hogy a világ, tehát a legrégebbi keresztény oltára. És azóta folyamatosan azon szentmise van. Ezt is összetörték. Persze szépen renoválták, ma alig látszik, hogy baj volt ottan, de ilyen dolgok történtek. És ugye mi nem azt kell kitaláljuk, hogy a nagy politikusok meg mások milyen hibát követnek el, hanem azt kell elgondolkozzunk, hogy mi hogy tudnánk jobbak, szebbek lenni. Én azt gondolom, a gonosz léleknek ugyanaz a taktikája ma is. Próbál mindegyikünknek a szívébe szépen így besurranni. Igen, próbál bennünket is, hát előre kis ajándékokkal, kedvességekkel meghódítani. Mire gondolok? Például a hazugság. És nem fognak rajta. Bűnkövettél-e, beengedted a gonoszt, és valami puskázás, jó jeggyel, még kedveskedik is neked, nem? De rengeteg ilyen bűn van. Az alkohol. Nagyon jó pofa dolog. Iszol, kicsit jó pofa vagy, kacagsz mindent, beengedted a gonosz lelket az ajtón. És az a szépen elkezd rendeskedni. És én láttam olyan embert, aki várta arra, hogy új májat kapjon, 46 éves, addig ivott, hogy a májcirózis tönkretette, és azt mondja, atya, imádkozzon, hát ha van valaki, aki ugye motorbalesetben vagy bármiben, hogy megsérül, és akkor a máját nekem adnák. Én imádkoztam is érte. De végül is a bácsi meghalt. Igen. Beengedheted a gonoszt. Mindannyiunk beengedhetjük a gonoszt. Sok arca van a gonosznak, sokféle módon jöhet. Esténként nézel a televő, kis telefonja, most mindenkinek van mindenféle pornó, meg más, hát ilyen oldalakat, nem? Egy gomnyomás, és ott is vagy. És nem tudod, hogy kit engedtél be a te szívedbe, a te agyadba, a te szemeden keresztül, a füleden keresztül, nem? Játszhatsz vele. Talán, hogy mondjam, élményeket is ad ő. Ajándékokat is ad neked. De hidd el, hogy nagyon drága árat fogsz fizetni érte. Nagyon-nagyon drága árat lehet fizetni érte. És folytathatnánk tovább. Lopás. Elvetted valakinek valamit. Észre se vették, kicsivel jobb van. Bár egy pár lehet. Nagyszerű. És akkor... Hát aki lop, abból tolvaj lesz, nem? Romániában közel, tehát román állampolgárból közel 50 ezer van itt Romániában és Európa más országaival bezárva. Nem tudom hány börtönbe jártam. És mindig ajándékot vittem, és mindig vigasztaltam az ottani embereket. De hihetetlenül savanyú, szomorú élet. 50 ezer. Többen, mint amennyien déván lakunk. Ennyi román állampolgár van különféle börtönökben, nem? Lehet játszani a lopás bűnével, lehet játszani azzal, hogy észre se veszik, úgy se látják meg. Bűn, ne lopj, ne hazudj. Jóisten nagyon világosan beszél velünk. Beengedheted. Ugye, imádkozunk, együtt imádkoztunk János bácsiért, akit nagyon szeretünk, kollégám. Tavaly kiderült, hogy hát torokrákja van. Miért? Bányába dolgozott, az nem egy tiszta hely, illogatott is, és dohányzott. És az orvosok azt mondják, valószínű ez volt az oka, és megműtötték. És most sajnos áttétek vannak.
És most is ott van kemoterápián, hihetetlen nehéz kezelésen van, és hát nálam fiatalabb. Igen. Antal atya, emlékeztek rá, 84 éves volt, amikor ide költözött. Hát szinte 25 évvel idősebb, mint János bácsi. És mennyi mindent tett köztünk, könyvet írt, minden. Nagy-nagy szeretettel arra kérek mindenkit, ne engedjük be a gonoszt, akármilyen pici, akármit ígér, akármit adni akar, ne engedjük be az életünkbe. És egymás életébe se engedjük be. Nem tudtok egyetlen olyan embert mutatni, aki a bűn által több, gazdagabb, jobb, örömteli, boldogabb lett volna. Egyetlen ember nincs ezen a földön. Milyen szörnyű látni azt a sok rosszat, de higgyétek el, annak a rossznak a kapuját valaki kinyitotta. És legtöbbször önmagunk nyissuk ki annak a gonosznak a kapuját, ami az mi szívünkbe beáramlik. Képzeljétek el, hogy ott vagyunk Homszba, és elmenünk a jezsuita templomhoz, és ott az udvaron mutatják, hogy Ferenc atyát itt lőtték le. Ez egy holland szerzetes volt, több mint 40 éve elment oda keletre, és megtanulta nyelvüket, szokásaikat, és szépen prédikált, iskolába gyerekeket oktatott, egy farmot vezetett, tanította az ottani embereket gazdálkodni, földet művelni, mindent. 40 év, hosszú idő. És akkor ezek a fiatalok, ugye, berontanak fegyverrel a templomba, és azt mondja, hogy jöjjön velünk az atya. Hát tudta, hogy kivégezni viszik a keresztényeket. Azt mondja, fiaim, itt is jó helyt vagyok. Csak ott abban a helyben lelőtték. Álltam ott, ilyen betonos talaj volt, és néztem, mennyi golyójuk van. Tehát nem az, hogy egy golyóval lelövik, hát egy idős embernek az elég is lenne. Nem, szitává lőtték. Homs városában, ugye mondtam, 70% a városnak elpusztult. És olyan döbbenetes, mert mindenki csodának tartja, hogy másnap lerakták a felkelők, vagy a forradalmárok, nevezzük, terroristáknak, akárminek a fegyvert, feladták állásaikat, elhagyták a várost, és a felszabadult városban ennek a Ferenc atyának nagyon szép temetést rendeztek, és nagyon sok muszlim is ott volt, mohamedán, és együtt sírtak a keresztényekkel, hogy miért kellett ez megtörténnie. Igen, valaki az ajtót a gonosz előtt kinyitotta. Én azt hiszem, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy másokat elítéljünk. Mindenki felel Isten előtt az ő tetteiért. Hogy nyugat fegyvergyárai hogy tudnak nyugodtan aludni úgy, hogy ők más nappaliába, városába világháborúznak, azt nem tudom. Előbb-utóbb biztos, hogy ők is Isten színe elé kerülnek és ítéletet mondanak felettük. Ez nem a mi dolgunk. Nekünk azon kell elgondolkoznunk, hogy én ott, ahol élek, akár az iskolapadban, vagy a katedránál, vagy nevelőnőként, szoktam-e beengedni az én szívembe, az én házamba gonosz, a bűnt? Templomba járó emberek vagyunk, tudjuk a 10 parancsolatot, mindenki tudja, hogy mi az a bűn. Szoktam-e én beengedni? És ha úgy érzem, hogy igen, akkor tartsak bűnbánatot. A világ nem lesz attól rossz, jobb, hogyha én mást elítélek. A világ attól lesz jobb, ha én magamon kezdem az ítéletet. Hát, hogy ez ne csak egy ilyen pillanatnyi fellángolás legyen, gondolkoztam mind azon, hogy lehetne, mit lehetne, hogy mondjam, olyasmit csinálni egy hónapon keresztül, hogy
kimutassuk, hogy mi nem csak a rossz ellen döntünk, hanem a jó mellett is. És ugye kiszámoltam, hogy egy csomag szivar ára 16 lel, igaz? Tudom, a gyerekek közül is nagyon sokan sajnos megkóstolták a szivarat. Az egy hónapban egy csomag szivar, az közel 500 lejt. Én hoztam 500 lejt, és szeretném odaadni a nevelőnőknek. És arra kérem őket, hogy erre minden nap vegyenek, egy csomag szivar árára vegyenek virágot. És az ebédlőt, a lépcsőházakat rakjuk teli virággal. Díszítsük fel. Lássátok, hogy minden nap megjelenik egy-két cserép új virág. Hogy többenjünk rá arra, hogy a bűnt eltaszítva, a szeretet mellett döntve, mennyivel szebb, virágosabb, tisztább, láthatóbb lesz a mi világunk. Hát én Ancsa nevelőnének adok oda, mert ő van itt legelől, ezt a pénzt, és megkérem, hogy akkor nevelőkül fogjanak össze. És egy hónap múlva megkérem Ferit, hogy most is filmezze le a lépcsőházakat, hogy mennyi virág van ott benne, és hogy néz ki, meg az ebédlőt, és egy hónap múlva is. Nézzük meg. Döntsünk a jó mellett. Nem tudom, sikerült-e meggyőzzenek titeket? Hát aki úgy gondolja, hogy tényleg, hogy a bűn ellen dönt, hogy nem akarja az ő életébe, a kicsi életébe, a nagy életébe beengedni a gonoszt, nem akar ő ajtót nyitani a bűn előtt, az álljon föl.